A McDonald's lobbizni kezdett, hogy felhigítsa az egyszer használatos csomagolásra vonatkozó fontos uniós jogszabályt. Az Európai Bizottság tavaly novemberben előterjesztett kezdeményezésének célja, hogy 2030-ra betiltsák az egyszer használatos csomagolást. A McDonald's által finanszírozott jelentés azonban azt állítja, hogy ezeknek a betiltása növeli a műanyagok előállítását, a vízfogyasztást és csökkenti az élelmiszerbiztonságot. Meglátogattunk egy francia McDonald's éttermet, ahol az újra felhasználható edények kötelezőek. Ebben az étteremben és itt Franciaországban az összes gyors étteremben január 1-e óta törvény kötelez az újra felhasználható étkészletek használatára. A McDonald'snál ezt a megoldást találták, de számos kihívással is szembesültek. Ez üzemi szinten változás generál. Rendbe kellett hoznunk a felszerelést, hogy az edényeket fogadhassuk, majd ez változás generált a csapatok képzettségi szintjében. Mindenkit meg kellett tanítani az újrahasznosítható edényekkel dolgozni, és igen, ez működési költséget is jelentett, mert felszerelést kellett vásárolnunk, és hirtelen jelentős költségeket generált minden mosó, szárító és tároló berendezés fejlesztése. A gyors éttermek, köztük a nagy üzletláncok, de a helyi kebabos is, az újra felhasználható és az egyszer használatos csomagolást szeretnék kombinálni és javítani az újrahasznosítást. A Zero Waste szervezetek számára azonban az újrahasznosítás már megmutatta határait, mivel úgy gondolják, hogy az a legjobb hulladék, amely soha nem keletkezik. Szerintünk és sok tisztviselő és állampolgár véleménye szerint a kérdés az, hogyan térhetünk át az újra felhasználható csomagolásra, amely közös infrastruktúrával működő rendszerként működik, ami valóban segíthet a vállalkozásoknak abban, hogy csökkentsék a hulladéktermelést egy jól működő, de biztonságos rendszerben. Dufour szerint a francia McDonald's naponta 115 tonna hulladékot termel Franciaország összes McDonald's éttermében. Míg Franciaország megelőzi az uniós jogszabályokat, az EU most olyan vitára készül, amelyet leginkább a gyorséttermi láncok nyomása fog befolyásolni.